Nyaranta már helikopterrel is végeznek parlagfűfelderítést. Ezek a felvételek tavaly készültek a megyében. Emellett drónok is szolgálják a gyomnövénnyel szennyezett területek feltérképezését. Itt most még ugyan nem járunk, hiszen jelenleg csak csírázik a parlagfű, a melegedő és egyre naposabb időben viszont megjelennek a lomblevelek, a növény pedig ebben az időszakban írható a leghatékonyabban. A korai védekezés fontosságát hangsúlyozza a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is, amelynek megyei elnöke szerint nem kell megvárni a június elejé tömeges sarjadást. Azért célszerű már most korán védekezni ellene, mert a legérzékenyebb a nyomítószerrel a 2-4 leveles állapotú parlagfű. Most itt a gondot esetleg okozhatja az az ellene való védekezésbe, hogy összekeverhetik más növényekkel, még főleg ebbe az időszakba. Ha már a csíra növényeket sikerül elpusztítani, vagy a fiatal 2-4 leveles állapotú növényeket, akkor ennek köszönhetően a fertőzöttség mértéke az későbbiekben alacsonyabb lesz. Szabolcs-Szatmár-Bereg az egyik legfertőzöttebb megye az országban. Azon területek közé tartozik, ahol laza szerkezetű a talaj, ami kedvez a parlagfű terjedésének. Kőterületeken ez ugyanis extenzív művelést tesz lehetővé, ami miatt kicsi a talaj borítottsága, az ilyen földön pedig könnyen csírázik a gyomnövény. Belterületek esetén szintén akkor kap könnyebben életteret, ha a kertek rendszeres talajművelése során nincs megfelelő növényborítottság. Emellett az elhanyagolt területek is könnyen a parlagfű áldozatává válhatnak. Írtása tehát most aktuális, amelynek több módja is van. Külterületeken egyértelműen a napraforgó területek azok, amelyek fertőzöttek, illetve a napraforgó kezdeti fejlődése biztosít a parlagfűnek teret, mivel nincs megfelelő levélborítottság, ezért a gazdálkodóknak már ebbe az időszakban érdemes egy olyan gyomítási technológiát, illetve fajtát választani, ami a parlagfű csírázását nagy mértékben megakadályozza. A házi kertekben egyértelműen a mechanikai gyomítás az, ami segíteni tud, és még fiatalok a gyomok, éppen ugye székleveles állapotban vannak, vagy éppen csirázó félben, akkor egy egyszerű kis talajmozgatással ezek a csíra növények nagyon könnyen elpusztíthatóak. Lehet akár egy kapálás, vagy egy körmös kapának a használata, vagy sarboló kapának a használata. A legfontosabb teendő, hogy időben észleljük a csírázó parlagfű növényeket, és a leghatékonyabb védekezési módot válasszuk ki. Tavaly egyébként megváltozott a jogszabály, eltörölték a jól ismert július 1-i határidőt, és bármikor ellenőrizhet a hatóság. Az új rendelkezés szerint a gyomnövény zöld bimbós állapotának kialakulását kell megakadályozni, ami nincs időponthoz kötve. Idehaza egyébként nagyjából minden ötödik ember allergiás a parlagfűre, számuk pedig évről évre növekszik.